Üdvözöllek itt az ügyfélszerzés felső fokon konferencián. A következő vendégem Tóth Kriszta. Szia Kriszta! Szia Csaba! Kriszta egy kommunikációs szakértő, és nagyon-nagyon jól ért a közösségi oldalakhoz, hogy melyiket hogyan kell használni, melyiken hogyan kell kommunikálni, milyen posztokat érdemes odaírni. És akkor gyakorlatilag így bele is vágnak a közepébe, hogy a közösségi oldalak közül szabadúszó fordítóknak te melyiket ajánlanál, melyiket használják? Egy picit messzebbre indítanám, mint hogy mindjárt egy konkrét közösségi média oldalt ajánljak a konferencia résztvevőinek. Először is még mindig komoly tévhit van abban, hogy egy vállalkozásnak jelen kell lennie a neten, vagy nem kell jelen lennie. Onnan kell kiindulni, hogy aki ma nincsen fent az interneten, nincsenek különböző felületen elérhetősége, az tulajdonképpen olyan ma már, mintha nem létezne. Tehát az már kihalt, hogy megyek az utcán és meglátok egy-egy cégért, és akkor az az én helyem, és oda fogok járkálni. Ez ma már nem működik, tehát ez egyik, amit el kell engedni. Illetve az emberek, amikor keresnek egy szolgáltatást, akkor egyre több felületet használnak ehhez. Ugye az embernek evidensen a Google jut eszébe, hogy ott fognak keresni, hogy oda fogják beírni, de ma már ez sem teljesen állja meg a helyét. A YouTube az igazából már szinte teljesen főzárkozott a Google-höz, tehát nagyon sok esetben már eleve a YouTube keresőjébe írják be az emberek, amire információra szükségük van, illetve az utóbbi egy-két évben most már a Facebook keresője is főzárkozott ehhez. Nem tudom, emlékeztek-e még rá, de még egy ilyen 2-3 év a Facebook kereső az katasztrófa volt. Tehát ott abban bármit is megtalálni információra az embernek szüksége volt, azt nem nagyon találta meg, vagy nem tudott részletesen szűrni, ezt felismerték, javították. Úgyhogy ez a három felület, ahol keresgélni fognak, ha szükség van egy emberre, egy szolgáltatásra. Úgyhogy ezeket mindenképpen figyelembe kell venni, amikor az ember elkezd azon gondolkozni, hogy felteszi a vállalkozását a netre. Aztán még egy nagyon fontos, hát azon, hogy ebbe is komoly problémák vannak, mert amikor valaki elindít egy vállalkozást, és azt mondja, hogy jó, fölteszem magamat a netre, akkor a legtöbben mondjuk a Facebookba gondolkoznak, és akkor ott létrehoz jó esetben legalább egy üzleti oldalt is, nem magánprofilt, mert ugye még mindig ilyennál is nagyon sokkal lehet találkozni, hogy magánprofilt akar vállalkozásra használni valaki, és ehhez csinál egy külön regisztrációt. Ezt, hogyha Facebook észreveszi, akkor ugye büntet érte, és akár törölheti is. Tehát ezt inkább engedjük el, hogy az egységekről a regisztrációt, és mondjuk XY fordítóként ezt elnevezem, hanem erre ugye vannak üzleti oldalak, és ingyenesek alapvetően, tehát ilyen értelemben nincsen különbség, viszont nem büntet érte a Facebook. Úgyhogy ezt mindenképpen ezt javaslom. Viszont nem biztos, hogy innen, vagy csak ezzel kellene kezdeni a netes jelenlétet. Az utóbbi időben elég sok leállás volt például a Facebook esetében is, illetve pont múlt héten röppett fel annak a híre lehetőség, hogy mondjuk a Facebook megszünteti a szolgáltatását az európai térségben. Egy adatvédelmi vita van a hátterében, hogy milyen adatokat vihetnek ki az amerikai szerverekre a felhasználókról, illetve milyeneket nem. És hát egy kicsit ilyen zsaroló pozícióban még ezt is belengedték, hogy akár kivonulhatnak. Azt gondolom, hogy ezt ettől azért nem kell tartanunk, de nem árt, hogyha vállalkozóként számolunk azzal, hogy nem csak ez egy felület van számunkra, hogy ne csak itt kommunikáljunk. Mindenféle közösségi média felület az nem az én tulajdonom. Ez egy nagyon fontos gondolat. Ott bármikor változtathatnak a felhasználási feltételeken, szabályokon, akár még mondjuk fizetős is tehetnek egy-egy felületet, ami korábban ingyenes volt, illetve bármilyen leáll, vagy olyan egyoldalú szabálymódosítások vannak, ami nekem már nem megfelelő, akkor az ott felépített követő táboromat tulajdonképpen nem érem el. Elvágnak attól a rengeteg embertől, akit addig én mondjuk akár évek munkájával, kommunikációval felépítettem, az oldalamat követik, kommunikálnak velem, posztolnak, hozzászólnak. És mondjuk ősszel, októberben volt utoljára egy ilyen komolyabb több órás, tehát egy ilyen fél éjszakás leállás. Sőt, délután kezdődött, tehát éresképp rendesen munkaidőben. És akkor rengeteg vállalkozó kétségbe esett, hogy hoppá, tehát én most akartam beszélni XY-nal, most beszéltünk volna a Messengeren, most egyeztettünk volna a munkáról, vagy
Vagy most indítottam volna egy kampány, futnak a hirdetésem, akkor most egy több órán keresztül nem érem el őket. És ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség volt, hogy rámutasson arra, hogy nem elég a közösségi médiában jelen lenni, hanem a saját felületekkel is rendelkeznem kell. Ennek ugye azt gondolom a legevidensebb megoldása az a honlap, tehát egy saját honlappal érdemes rendelkezni. Itt csak feltétlenül kell egy vállalkozónak azon a több százezres kiadásba gondolkozni, hiszen azért ezt nagyon sok vállalkozó első körben nem engedheti meg magának, vagy ennél fontosabbnak ítélt kiadása is vannak, de szerintem ennek tavaly az egyik szakértője, tehát tudod jól, hogy azért itt lehet ezeket kisebb költségvetésből is megoldani, de mégis legyen jelen. És itt ami nagyon fontos azok, hogy elérhető legyen, hogy kommunikáljon a saját felületén a honlapján is. Tehát az összes közösségi média felület elé helyezném én a blogot is, hogy blogoljon, írjon le cikkeket, bejegyzéseket a saját honlapjára. Ennek szinte csak pozitív hozadéka van, nem is tudok negatívat mondani, az aki, hogy idő is foglalkozni kell ezzel is. Egyrészt minél relevánsabb tartalmakat ír valaki a saját blogjába, minél inkább mondjuk akkor a fordítói témakörbe, vagy ahhoz valamilyen úton, módon köthető témáról ír, a Google is ugye annál jobban fogja szeretni az ő honlapját, hiszen releváns tartalmakat ír, olyan szavakat használ fel a honlapján a blogjába, amire az emberek a Google keresőjében rákeresnek. És hogyha egy olyan jellegű témára keres rá valaki, mint mondjuk a fordítás, vagy mondjuk egy konkrét nyelvpáros esetében sokat foglalkozik azzal a témával, vagy abban segít, hogy mi alapján válasszunk jó fordítót. Tehát ilyen jellegű témákról, hogyha ír, és a Google-be valaki rákeres erre, vagy egy ehhez hasonló témára, akkor az ő honlapját is ki fogja dobni a találatok között. És minden többet foglalkozik ezzel a témával, ugye annál inkább előkelőbb helyen lesz az övés. Azt tudni kell, hogy a Google találatok között az emberek az első egy-három találat között szoktak általában válogatni, tehát azt kell elérni, hogy itt minél előkelőbb helyen landoljon az én honlapom, ezt pedig így tudom, hogyha sokat, és minél relevánsabb témákban úgymond kulcsszavakkal írunk blogcikkeket. Aztán még szintén saját felületén marad, és még mindig megelőzve a közösségi médiát, tudom, egy kicsit közösségi média szakértőként úgy tűnik, mintha magam ellen beszélnék, de tényleg ezek a hatékony módszerek a közösségi médián túl. Az pedig ugye a hírlevél. Ezt megint csak neked azt gondolom, hogy nagyon nem kell mondanom, hogy miért. Szintén ugye ugyanaz a történet, hogyha bármit elvágják előlem a közösségi média felületeimet, mert leállás van, mert ne adj Isten, mégis kivonul a Facebook. Ugye a Facebook sem csak Facebook, hanem ugye több közösségi média tartozik az ő égisze alá. Akkor min keresztül tudom őket a legjobban elérni? Hát a saját hírleveleimen keresztül, hiszen feliratkoztak, megvan nekem az e-mail címem, nem csak azt, hogy kiteszek egy blogcikket, és akkor majd csak egyszer eljut hozzájuk és elolvassak, hanem konkrétan célirányosan tudok nekik írni. Hogy igen, mi is látjuk, leállt a Facebook, igen, most máshol nem vagyunk, de mi itt vagyunk, elérsz minket, tudsz nekünk írni, kérdezzél nyugodtan. De szintén az októberi leállás, hogyha visszagondolunk, azok a cégek, vállalkozóiknak volt hírlevél listájuk, aznap este kiküldtek egy bármilyen hírlevelet a leállással kapcsolatban, és mondjuk egy bármilyen ajánlatot kiküldtek, akkor valami iszonyatos aránya volt ezeknek az e-maileknek a megnyitásának, illetve a reakciónak. Tehát sokkal nagyobb arányban rendeltek meg akkor szolgáltatásokat, illetve vásároltak ezektől a cégektől, vállalkozóktól, mert hogy a közösségi média éppen nem futott, nem tudott ott senki hozzájuk szólni, aki viszont kiküldte akkor a hírlevelét, az szinte mindenkiért megnyitották, nagyon nagy arányban elolvasták, és nagyon nagy arányban meg is rendeltek cégtől szolgáltatásokat, termékeket. Tehát mondjuk egy ilyen esetben ez mennyire jól tud jönni meg, vagy bármilyen olyan esetben, amikor valamiért nem tudok meg közösségi médiát használni. Úgyhogy ezek, amiket én a közösségi média elé helyeznék, és akkor vissza, vagy hát rátérve a közösségi média felületekre, amire igazából a kérdésed vonatkozott. Itt is azt gondolom, hogy érdemes több felületen jelen lenni, megint csak ugyanazon okokban, illetve minél több felületen vagyok jelen, annál inkább megtalálható vagyok. A Facebook az, ami
Azt gondolom, hogy még mindig vitathatatlan, függetlenül attól, hogy az elmúlt időszakban azért esik a felhasználóknak a száma, de üzleti irányból vállalkozókat megtalálni még mindig ezen a felületen tudjuk a legjobban, úgyhogy ezt mindenképpen ezek között is első helyre tenni. Aztán ugye ott van a LinkedIn, ami egy szakértői, közösségi platform tulajdonképpen, úgyhogy fordítóként mindenképpen azt mondom, hogy érdemes egy LinkedIn profil létrehozni. Azt talán kevesen tudják, hogy ott sem csak profil tudok magamnak létrehozni, hanem ugye tudok posztolni, kommunikálni. Úgyhogy ott is ezt érdemes. A LinkedIn egy kifejezetten vállalkozók, cégeknek a képviselői, vezetői vannak fönt, tehát ha valaki ott tényleg aktívan használja, posztol, kommunikál, jól kitölti a profilját, akkor ott szépen lehet egyébként fordítóként szerintem is valakit találni magunknak, hiszen nem magánemberek, nem mémek sora van fönt, hanem kifejezetten vállalkozói kérdések, posztok, témák vannak, és ebbe a témakörbe keresgélnek is, és olvasnak ott az emberek. Úgyhogy ezt mindenképpen a fordítói körnek erősen ajánlom. A többi, az pedig azt gondolom, hogy akkor érdemes megfontolni, hogyha tud a fordító egy picit szűkíteni a saját célpiacán. Mert ugye amikor azt mondjuk, hogy én fordító vagyok, és ki az én célpiacon, kinek szeretnék én kommunikálni, akkor már igazából szinte minden vállalkozó képes ilyenkor elvenni mindenkinek. Na most ez a legrosszabb válasz, amit ilyenkor lehet, mert hogy mindenkinek eladni, azért nem tudok, mert nem tudok egyszerre mindenkit megszólítani. Nincs olyan, hogy mindenki. Ha fogom a telefonomat, hogy most szeretnék felhívni valakit, akkor nem lesz benne olyan, hogy mindenki, hanem konkrét van, hogy fodrász van benne, hogy ügyvezető-igazgató van benne, autószerelő van benne, tehát itt is fordítóként is, ha igazán hatékonyak akarunk lenni, akkor lehet, hogy nem a teljes mindenféle vállalkozói piacra érdemes kommunikálni, hanem nézzünk körbe, hogy melyik az a rés vagy cél piacnak egy része, ahova még talán nem vagy nem annyira kommunikálnak a fordítók sem, és őket becélozni, mert hogy minél kisebb közösséget találok meg magamnak, annál célzottabban tudok hozzájuk beszélni, kommunikálni, hirdetni is adott esetben, annál személyesebben tudom őket megszólítani. Ezt nyilván mindenkinek le kell ülni, és át kell gondolni, hogy milyen részterületek vannak, ahova fordítói szolgáltatást igénybe vesznek, és ha ezek megvannak, akkor lehet esetleg megnézni a többi közösségi média felületet. Mert mondjuk például, ha valamilyen területet találok, ha kifejezetten fiatalok vannak, akkor bár erős kérdőjelek vannak még ennek a felhasználási dolgok, ott van a TikTok, mint ugye betörő új felület, még azért elég komoly viták vannak, hogy bohóckodás van, vagy pedig tényleg lehet is ott eladni, de egyre több hang van ez utóbbi irányba, egyre többen számolnak be komoly üzleti eredményekről. Nem biztos, hogy fordító esetében is egyébként ez egy jó felület, ezt attól függ, hogy milyen piacot talál magának, hogy kiket szeretnél konkrétan megszólítani. Tehát, ha nagyon fiatal közösséget valamiért ő kijelöl magának, mert ott talált egy olyan területet, amit magáévá tud tenni, akkor például ez. Vagy mondjuk azt mondja, hogy kifejezetten nőkre, női vállalkozókra szeretne célozni, mert egyébként miért nem, mert hogy nagyon nagy összetartó ereje van a női vállalkozói közösségnek is. Nálunk Szegeden is van kifejezetten erre klub, de van országos is, tehát a 30-40 ezer főt számláló csoport, ami csak női és anya vállalkozókat tömörik. Tehát amikor valaki így szegmentál, hogy én őket szeretném megszólítani, akkor egyébként mondjuk nem öltötte valamelyik egy Pinterest jelenlét sem. Mert ez kifejezetten a 30-40-es korosztályú és nők használják nagyobb arányban, tehát mondjuk oda kitalálni magamnak egy olyan megjelenést, amit senki más nem csinál még fordítóként. És akkor megint csak nagyon tudok megszólítani, és mások előtt tudok megszólítani egy rész közösséget. Úgyhogy én ezeket ajánlanám. Tehát mindenki összefoglalva mindenképpen interneten jelen lenni, elsődlegesen saját felületeket megoldani, tehát a honlapot, a blogot, aztán Facebookon, LinkedIn-en jelen lenni, kommunikálni,
és esetleg egy részterületet találni magamnak, amelyik irányba még kevesen kommunikálnak, beszélnek a fordítók közül. Nagyon jó, köszönöm szépen. Ugye blogot meg honlapot az gyakorlatilag már lehet, hogy ingyenesen és egyszerűbbeket ugye elérni. Sőt, blogból elég komolyat lehet. Persze. Nem feltétlenül javaslom mondjuk, ezt megint csak rád mutogatva egy picit, tehát azért ezt te is tudod, hogy igen, ingyeneset is ma már mindenki tud, de azért az egyrészt valószínűleg nem fog úgy funkcionálni, a háttér dolgok nem egészen úgy fognak benne működni, mint azt az ember elsőre gondolná, és mondjuk így elsőbbikre ingyenesnek tűnik, mondjuk például a WordPress motort nagyon szeretik mondani erre például, mert hogy az ingyenes, de igazából abból is, mire az ember egy olyat összerak, amely olyan tudással bír, hogy ez tényleg működőképes legyen, és jól működjön, és minden jó legyen, és úgy is nézzen ki, hogy nem riad be vissza az, aki megnyitja ezt a honlapot, azért lehet, hogy ott is érdemes inkább egy honlap készítő, de igen, tehát egy egyszerűbb WordPress honlapot, egy két-három aloldalasat, egy főoldalat, bemutatkozóval, egy bloggal, nem mondjuk egy kapcsolatfüllel, azt gondolom, hogy viszonylag kis összegből is meg lehet rendelni szakértőtől is. De ha valaki úgy dönt, hogy mégiscsak én szeretném, akkor azért egy hát jó pár napot meg idegsejtet ugyan rá fog áldozni, de magának is meg tudja csinálni. Így van, így van. Jó, akkor a következő kérdésem az lenne, hogyha valaki a közösségi oldalakon szeretne posztolni, akkor mi az, amire odafigyeljen? Hogyan kell jó posztot írni? Mitől lesz jó egy poszt? Ide egy olyan kérdést hoznak én be, ami azt gondolom, hogy mivel a fordító az ugye egy vállalkozó, és akihez ő szeretne szólni, azok megint csak vállalkozók, vállalkozások, cégek, cégvezetők, és ilyenkor általában szinte az első kérdések között van az, hogy tegeződjek vagy magázódjak. Ugye azt szoktuk meg, hogy amikor bemegyek egy céghez, egy ügyvezetőhöz, egy döntéshozóhoz, vagy egyáltalán egy másik vállalkozóhoz, akkor első körben magázódunk a való életbe. Ugyanakkor a közösségi médiában meg szinte mindenki tegeződik. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan terület van, ahol közösségi média felületen meg blogon magázódnának, talán ez az orvosi kör, illetve az ügyvédi kör, ahol azért ezt még mindig elvárják. Hogyha fordítóként erre a piacra lövünk, tehát mondjuk magunknak kifejezetten az orvosokat találjuk meg, mert ilyen jellegű tudással bírunk, vagy ügyvédekre szeretnénk célozni, akkor ott abban az esetben még javaslom, hogy magázódva kommunikáljon a posztjaiba, illetve a blogbejegyzésébe, de minden más esetben én a tegeződést javaslom, mert az internetvilágában ez lett az elfogadott. Nyilván tegeződve is lehet tisztelettudóan kommunikálni, tehát ez nem azt jelenti, hogy haveri szintre viszem le a kommunikációt. Ez egy dolog. A másik pedig az, hogy bár ezek üzleti felületek, mindegyik, amiket eddig felsoroltunk, de ne csak üzletről beszéljünk, hanem egy picit magunkból is mutassunk, tehát egy picit vigyünk saját magunkat, a saját személyünket közelebb, hogy bizalmat tudjunk kialakítani a minket követőkkel. Tehát ha én nagyon távolságtartóan, nagyon csak üzleti dolgokról beszélek, csak a munkámról és arról is ilyen nagyon, nagyon mereven beszélek, akkor nem tudok bizalmat kiépíteni. Már például akkor fognak engem válaszolni, hogyha engem ismernek, ha az én nevemet látják minél több helyen, ha minél több helyen belém futnak az én írásaimba, ha látják, hogy én értek ahhoz, amiről beszélek, és egy picit közelebb engedem őket magamhoz. Tehát még a posztok esetében is érdemes nem csak a fordítással, hanem egy picit saját magamról is beszélni. Mondjuk például most, miért ezt a felvételt elindítottuk, én kitettem az ügynökség oldaláról egy fotót magamról, hogy éppen erre a konferenciára készülődök, és ezt izgatottan várom, mert hogy lesz ez a felvétel. Ez nyilván egy magánkép alapvetően, de mégis üzleti, hiszen egy konferenciára készülök. Úgyhogy mondjuk ilyen jellegű posztokat is minden további nélkül ki lehet. Nyilván nem az a cél, hogy az ember társkereső oldalnak használja a saját felületeit, tehát hogy nem saját magamról kell minden egyes nap fotókat kipakolni, picit engedjük be a követőket.
a magunk életébe is. Amit szintén nagyon javaslok. Aztán a rendszeresség, ami szintén nagyon fontos a posztolások, tartalomírásoknál, hogy még ha úgy érezzük, hogy nincs is most konkrét mondani valónk, mert éppen nincsen a fejünkben egy komplet kidolgozott anyagcikk, akkor se adjuk fel azt, hogy már minden kommunikálni, posztolni kell. Tehát hetente azért többször tegyünk ki posztot a közösségi média felületeinkre is, és hogyha belefér az időmbe, energiámba, akkor bizony hetente több blogbejegyzést is érdemes írni. Egy kezdő honlap, egy kezdő blog esetében, meg aztán pláne, tehát érdemes ezt a heti 3 cikket megírni rá. Aztán később nyilván olyan már nagyon sok tartalom van fönt a honlapomon, és ezért egyre több témára olvas és ajánlja az én honlapomat, a blogomat a Google, akkor egy picit azért visszább lehet ebből a tempóból már venni, tehát nem kell heti 3-4 cikket írni oda, de a közösségi médiában tartsuk meg ezt. Tehát ha minden nap nem is, de egy 2 naponta, 3 naponta mindenképpen posztoljunk ezekre a felületekre, különben elveszítjük a követőinket. Mert hogy a közösségi média a Facebooknak kifejezetten mondjuk az algoritmus az úgy működik, hogy én ugyan begyűjtelek téged, hogy kövesd az oldalamat, viszont ha az első 1-2-3 hétben látom, amit te posztolsz az oldaladra a saját hírfolyamomba, de hát ez ebből nem változ ki reakciót belőlem, tehát én nekem nem tetszenek, vagy nem tudsz inget kiváltani, hogy én nyomjak egy lájkot, hogy megnyissam a posztodat, hogy hozzászóljak, akkor az algoritmus úgy érzik, hogy mégsem érdekes számomra a te oldalad, és akkor elkezdi kikoptatni a hírfolyamomból a te üzleti oldalat, a te posztjaidat. Ha pedig néma levente vagy, és nem szólalsz meg, és nem posztolsz, egy-két-három hétig, akkor akiket begyűjtötti követőket, akik teljesen ki is kopsz a hívfolyamokból, és nem fognak téged látni. Tehát még egy 3-4 hét múlva hiába teszel fel egy posztot, akit előtte be hívtál az oldalra követőként, az már nem is fogja látni. És egy ilyen inaktív követőt a számban ott lesz, tehát a követő számban fogod te látni, hogy ott van, csak éppensége nem látja a posztjaidat. Egy ilyen inaktív követőt aztán ismét aktívvá tenni, az a sokkal keményebb munka, mint hogyha eleve folyamatosan rendszeresen kommunikálsz a felületeiden, és aktívan tartod őket, és ellátod őket tartalommal. Erről van nekem is egy tapasztalatom, mert fektettem egy olyan csoportot, ami ilyen 18 000 fős csoport volt, aztán utána nem kommunikáltam, és amikor pár hónap múlva kiadtam egy posztot, ilyen 5 ember látta körülbelül. Így van, tehát ez így működik. Így működik, úgyhogy... ez meg a másik, amiért hogyha el is ér az ember egy számára megnyugtató követő tábort, egy számot, az mindig folyamatosan építeni és bővíteni kell, hiszen folyamatosan kopnak ki belőle. A létszámba ott lesz, csak már nem lát téged, és ezért ugye mindig újabb és újabb követőket kell szerezned a közösségi média felületeidre, hogy legyen, aki látja is ezeket a posztokat. Úgyhogy ez meg a másik. Hát, hogy miről kommunikáljanak, az meg egy külön szerintem hatalmas témakör. Egyrészt, amit ugye már mondtam, hogy saját magáról és egy picit az életéről, hogyha megy valahova, hogyha egy konferencián vesz részt, hogyha üzleti találkozón van, vagy egy kávézóba éppen ül és várja az ügyfelet, vagy átadott egy munkát, akkor ezekről minden további nélkül. Nyilván igen, persze a munkáról, szakmáról, hogy hogyan dolgozik, milyen munkafolyamatokkal dolgozik, hogyan lehet őt megtalálni, bármi is evidens, hogy mettől meddig lehet elérni hétköznapokkal, tehát mindenféle jellegű témáról, illetve kicsit elcsépelt, de még mindig működő dolog, hogy az ember készít egy naptárt, amiben leírja az évnek a nagy napjait, ünnepeket, világnapokat, ezekből nyilván kiszűrve azt, ami valamilyen szinten köthető a fordítói témakörhöz. Van magyar nyelvnek a napja, különböző nyelveknek a napja, írásnak, kommunikációnak, rengetegnek van ugye világnapja, ezek mind megint csak a tök jó apropók, amikről lehet írni, hogyha itt van semmi más, nem jut aznap eszembe, vagy nincsen semmilyen esemény, amiről írhatnék. A cégről, a vállalkozásomról, annak az életéről, miért alapítottam, miért pont ezt a pályát választottam, miért érzem magamat erre a pályára valónak, rengeteg ilyen téma van.
Majd a végén beszélünk a könyvemről, ami kifejezetten erről szól, tehát abban rengeteg ilyen ötlet van összegyűjtve. Azt gondolom, hogy így elaludnának most a felvétel előtt a hallgatók, hogyha én most mindez az ötletet elkezdeném felsorolni, de a lényeg az, hogy korlátlan lehetőségek vannak, hogy miről lehet még fordítóként is írni a közösségi média felületekre. Nagyon jó, köszönöm szépen. Milyen hibákat lehet elkövetni a közösségi oldalakon? Mi az, amit ne csináljanak? Mi az, amit gyakran elkövetnek az emberek, amikor nagy lelkesedéssel nekirontanak, úgymond a közösségi oldalaknak is? Igen. Az egyik, arról már ugye beszéltünk, az, hogyha nem rendszeresen kommunikál, ez az egyik, hogyha elhanyagolja a felületeit. A másik, ami nagyon jellemző hibának látok, az, hogy mindenáron eladni akarnak. Tehát amikor felteszi magát egy vállalkozó a Facebookra, meg a különböző felületekre, akkor nagyon sok olyan oldalt találunk, ahol csak elad. Eladni szeretne pontosabban, és csak a szolgáltatásáról ír, hogy akkor most akció, most vegyél, most rendelje, én ezzel foglalkozom, itt az oldal, itt rendelje, stb., de hogy semmilyen más jellegű posztot nem tesz ki. Ez viszont visszatetsző, hiszen pont az a folyamat nincsen meg előtte, ami engem vevőként rávenne arra, hogy én tőled szolgáltatást rendeljek. Ahhoz, hogy én bizalmat szavazzak neked, és azt mondjam, hogy én téged szeretnélek megbízni ezzel a munkával, ezzel a fordítással, ahhoz ezt előtte fel kell építened. Tehát kicsit adni magadról, amiről beszéltem, hogy lássanak téged is, mint embert a vállalkozás mögött, hogy edukáljál engem, tehát olyan jellegű tartalmakat osszál meg, amivel nekem segítesz, amivel nekem információt adsz erről a területről, illetve a szakmaiságodat is, ha időnként megcsillogtatod, hogy te miért vagy jó fordító, hogy te miért csinálod ezt, mondjuk milyen jellegű munkákat adtál át az utóbbi időben, ezekről is írsz, akkor így kialakul feljön egyrészt egy kötődés, másrészt megbizalom. Mert látom, hogy ott vagy, nem tűnsz el, hogy kommunikálsz, hogy téged is látlak, mint embert, hogy értesz ahhoz, amivel foglalkozol, illetve segítőkész vagy, hiszen információkat azt nekem a te szakterületedről. Vagy vannak dolgok, amiket esetleg én is meg tudok csinálni, vagy elő tudok készíteni neked a fordítási munkához. Ha ezek megvannak, és ezután írsz arról, hogy egyébként itt tudod megrendelni a fordítást tőlem, vagy itt tudsz feliratkozni a hírlevelemre, vagy bármi egyébet. Tehát mielőtt kérsz, mindig adjál. Igen. És ennek az aránya, amit nagyon sok vállalkozónál látok, hogy elrontanak. Tehát, hogy vagy csak eladni akar, vagy túl sűrű az eladási poszt. Tehát mondjuk egy 3-4-5 egyéb tartalmú posztot kövessen egy konkrét eladási célú poszt. Ez amit tudnék javasolni, és amiben nagyon sokan hibát vétenek. Illetve hát ez nem is feltétlenül annyira hiba, hanem amikor a vállalkozó, tehát vállalkozásba kezd valaki, most ebben az esetben fordítói vállalkozásba, és meglátja ezt a rengeteg felületet, hogy úristen honlap, úristen blog, de akkor tegyen fel magamat a Facebookra, meg a LinkedIn-re, és akkor oda én most kommunikálj, és ráadásképp minden másnak kommunikáljak meg 3-4 óra, és akkor pánikba esik. Ez, amit nem szabad, tehát nem, vagy hát nem érdemes. Mert ezt nem így kell elképzelni, hogy akkor nekem most elindult a vállalkozásom, és akkor most azonnal tegyem fel magamat az összes oldalra, és azonnal profi módon kommunikáljak az összesen, mert különben úristen. Nem. Ezzel is egy nagy levegőt kell venni, egy fontossági sorrendet kell ezek között felállítani, egy papírra szépen leírni, hogy jó, én ezeken a felületeken fogok jelen lenni, ezeket ilyen sorrendben fogom szépen lassan egyesével egymás után bevezetni, és mindig csak egyet. Hogy az egyet az meg legyen csinálva normálisan, azon azt megtanuljam kezelni, és azon kommunikáljak rendszeresen megfelelően. Majd ha ez megvan, ez beállt a hétköznapjaimban rendbe, akkor jöhet a következő ilyen felület. Mert akkor szépen lassan be tudom építeni, és nem az van, hogy én egyszer akarok mindent. Illetve nagyon sokan azért nem mernek posztolni, mert hogy nem jól fogom csinálni, hogy rosszat fogok csinálni, vagy rosszat írok. Nincs ilyen, tehát kommunikáljál, írjál,
beszéljen, mert hogy azzal ezerszer több eredményt érsz el, mint hogyha otthon szorongva, hát én nem merek posztolni, mert mi van, hogyha nem jól csinálom. Tehát kezd el, és aztán szépen lassan úgy bele fogsz rázódni. Nagyon jó, köszönöm szépen. És akkor végül már csak egy kérdésem van, hogyha tőled szeretnének segítséget kérni a nézők, akkor te hogyan tudsz nekik segíteni? Beszéltél ugye a könyvedről. Arról mondanál egy pár szót. Nekem megvan, zseniális. Köszönöm szépen, örülök neki, hogy neked is tetszik. Magára kell is nagyon szívesen beszélek. Előtte még egy másik dolgot mondanék, tehát ezek, amiket most elmondtam, hogy minek érdemes nekiállni, mikkel érdemes, ezek most nyilván egy 30-40 percben nagyon-nagyon zanzáson tömörítve, és nem konkrét ember szabva mondtam el, hanem így erre a fordítói közösségre, amennyire lehetett próbáltam azért leszűkíteni, de nálunk az ügynökségnél van egy kifejezett erre szabott konzultáció. Ami semmilyen egyéb elkötelezett de is nem igényel, egyszerűen csak üljünk le és beszélgessünk, és akkor konkrétan te rád szabva összerakjuk ezt, hogy mondjuk esetleg milyen felületeid vannak, illetve hova lenne neked konkrétan érdemes jelen lenni, és ezt persze nyilván segítséget is adunk, hogy hogyan, mit kommunikáljál, mikor kommunikáljál, mi az, amit eddig csináltál, folytassál, ne folytassál, stb. Tehát ez az egyik dolog, mert akkor tisztában vagy vele, hogy egyáltalán milyen felületen érdemes neked jelen lenni, és azt hogyan csinál. Ezt követően tudom én ajánlani a könyvet, amit te is mondtál. Van nekem egy könyv, hát most már márciusban egy éve lesz, hogy megjelent. Elég gyorsan megy az idő. Ez az 1001 posztötlet vállalkozóknak ezt az eléggé plasztikus címet is kapta. Ebben konkrétan 1001 posztötlet van felsorolva, nyilván nagy fejezetekre, témákra külön válogatva, amit igazából bárhol, bármikor fölcsap az ember, és tud belőle segítséget kapni, na akkor ma éppen miről írjak. Úgyhogy ez, amit erősen javaslok mindenkinek, mert akkor nem kell attól tartani, nincs ötletem, hogy nem tudom, hogy miről írjak. Ez bármikor, bármit, tehát ezt tudod a legjobban, mert akkor te olvastad is a könyvet, hogy bármikor hozzá lehet nyúlni. És egyébként szövegírók is használják, magyar szövegírók is ajánlják is egymás között a könyvemet, de nekik ez a szakmájuk. És mégis az egyik legfelkapottabb könyvek között tartozik még az ő szakmájukban is, mert hogy ők is egyszerűen csak kinyitják, és akkor ott van, hogy az adott cégnek vagy saját maguknak miről írjanak a következő egy-két hétben. Úgyhogy ez amit javasolni. Aztán hát eredeti tervek szerint március 1-én indulna, van egy ingyenes eseményünk, ez a 365 posztötlet, posztolj minden nap felhívás. Ezt március 1-ével szeretném elindítani, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül időt szánom ennek a felépítésére. Ez ugye egy Facebook esemény, ezen a címen is találjátok meg, hogy 365 posztötlet, posztolj minden nap. Itt ugye minden nap adnék egy kis segítséget, egy kis apropót, hogy miről lehet írni, illetve aki elég bátor hozzá, az ugye ki is teheti, hogy na, akkor én miről írtam az ötletet nyomán, amely ugye szintén követőket, illetve elérhetőséget lehet szerezni a saját oldaladra. Ez nagyon jó. Ezeket ajánlanám. Aztán igen, nyilván, tehát ha valaki eljut odáig, hogy látja, hogy mennyi felület van, és hol kell neki jelen lenni, és így utána szeretné kiszervezni, mert ő nem szeretné már ezt csinálni, vagy nem érzi magában, még sér az affinitást, akkor igen, tehát van erre kivitelezési lehetőség is nálunk. Azt hiszem, ennyi. Köszönöm szépen. És mondtad, hogy van egy ajándékod, amit letölthetnek a nézők. Így van, ezt ugye a konferenciának a honlapján is írtam a beharangozóba. Ez egy PDF dokumentum, amiben én összeszedtem az összes ma Magyarországon elérhető és releváns felületet, közösségi média felületet, saját felületet, illetve hirdetési felületet, amik egyáltalán szóba jöhetnek ma egy vállalkozás cég esetében itthon. Ez ilyen checklistként kell elképzelni, tehát ilyen kis pipálható jelölő négyzetekkel, amiben be tudod jelölni magadnak, hogy mi az a felület, ahol esetleg már jelen vagy, vagy be tudod karikázni, mik azok a felületek, ahol te szeretnéd magadat megjeleníteni, feltenni, és akkor látod, hogy na, akkor ezek vannak előtted feladatként. Ezt majd a honlapomon keresztül tudjátok letölteni.
Nagyon jó. Na, köszönjük szépen akkor az ajándékot is, és köszönöm szépen az interjút is. Én köszönöm szépen. Sok sikert, sziasztok! Köszönjük, szia!